Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Keresek egy kiutat. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Serafita számára. Kedves Serafita, üdvözöllek téged. Te egy nagyon nehéz helyzetben vagy, és keresel egy kiutat, hogyan tovább. A házasságod elszomorít téged, van egy lelki kapcsolat, gondolsz egy férfire, akiről nem hallasz jelenleg semmit, és a kérdés az, hogy mit tegyél, hol van itt egy kiút, milyen lehetőségeid vannak. Én asztrológiával kezdeném, mégpedig az indiai számítás szerint. Ahogy írtad, szomorú vagy a házasságodban, de nehéz ebből kiszabadulni. Nem tudom, hogy hány órakor születtél, így nem tudom az aszcendentusodat, a hetes életházat sem, az lenne a házasság területe. Viszont megtekintem azt, hogy milyen bolygók vannak a te horoszkópodban, a mérleg jegyében, mert a mérleg jegye szimbolizál párkapcsolatot. A mérleg jegyében található nálad a Hold, Szaturnusz bolygó és Neptun bolygó. A Hold szimbolizálja az érzelmeidet és az anyukádat is. Az lehet, hogy itt vannak anyai témák, emlékek a gyermekkorból, és az kihat a párkapcsolatra. Lehet, hogy ezt le kellene zárni. Erre utal Szaturnusz bolygó is a mérleg jegyében. A Hold gyorsan mozog. Tehát nem lehet tudni, hogy hány fokon állt, nem lehet tudni, hogy a Hold egy konjunkciós kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, igen vagy nem, de ha én a napkeltét nézem meg, és így indul a nap, akkor ebben a horoszkópban a Hold és Szaturnusz bolygó együtt áll és együtt hat. Így nehéz az érzelmeket kimutatni, vagy megbízni valakiben, ahol érzelmi kapcsolatról van szó. Ami viszont jó Szaturnusz bolygónál, hogy a második életszakaszban segít abban, hogy kialakuljon valami, és az álmaid megvalósuljanak. Neptun bolygó is itt van a mérleg jegyében, ez utal az álmokra, de ez nem szabad, hogy egy álom maradjon, hanem legyen egy tartós párkapcsolat, mégpedig nem a férjeddel, mert vele nem vagy boldog, hanem a lelki társaddal. Neptun bolygó az mutat az álmokra, a fantáziára is, de ez kevés. Higgy abban, hogy ez megvalósul, és pontosan ez a szerepe Szaturnusz bolygónak. Sőt, az is lehet, hogy itt van ez a feladat, ez a házi feladat, egy lecke, mert Szaturnusz bolygó tanít bennünket. De ahhoz, hogy boldog légy egy új pár kapcsolatban, valamit le kell zárni, és ez a házasság. Ez lenne a kiút. Hogyan tovább? Nézzük meg részletesebben az asztrológia területén. Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, de kihat a párkapcsolat területére is. A te születési horoszkópodban Vénusz bolygó a szűz jegyében van, az a föld eleméhez tartozik, tehát te nem csak álmodozó vagy,
hanem szeretnéd ezt a párkapcsolatot élni, viszont vannak korlátozások, erre utalt a Szaturnusz hold konjunkción a mérleg jegyében. A szűz jegye, és ez a te nőiességed, vagy ahogy a párkapcsolatod éled, ez inkább olyan szerény, visszahúzódó, de nagyon tiszta érzelmekkel. Ami előnyös, hogy van egy jó besugárzás Uránusz bolygótól, és az azt jelenti, hogy a te születési horoszkópodban van egy Vénusz-Uránusz szextil aspektus. Uránusz bolygó mutatja, hogy te különleges vagy, és éld ezt a nőies energiát, élvezd ezt a szerelmi élet területén, de Uránusz bolygó még valamit jelent, mégpedig a változásokat. És mivel itt egy jó kapcsolat van e között a két bolygó között, ez a változás neked szerencsét hozhat a párkapcsolat területén. Mars bolygó szintén kihat a párkapcsolatra, mert nem csak az erődet mutatja, hanem a lelki társadat. A te születési horoszkópodban Mars bolygó az oroszlán jegyében van, tehát szükséged van egy társra, egy lelki társra, aki nagyon magabiztos, akire felnézhetsz, akit csodálni tudsz. Jelenleg vannak kármikus témáid, ez eltart 2022. márciusáig. Hogy melyik területen, azt nem lehet tudni, mert nem tudom, hogy hány órakor születtél, nem tudom, hogy melyik életházban hatnak a kármikus csomók. A te születési horoszkópodban Kétó, a lefele mozgó hold csomó a bika jegyében van. Kétó, ez a lefele mozgó hold csomó mutatja a múltadat. Itt vannak emlékek, itt kiismered magadat. A bika jegye az a föld eleméhez tartozik, tehát te éled a reális dolgokat. A bika jegyénél gyakran anyagiakról is szó van, az lehet, hogy számodra ez fontos, hogy jó létben, jó anyagi körülmények között élj, de megvan a belső nyugalmad, és szeretnéd élvezni az életet. Ezen a területen te kiismered magadat, mert itt van a múlt. Ezek a hold csomók mozognak, és szeptember végétől a felfele mozgó hold csomó Ráhu itt mozog a bika jegyében 2022. márciusáig. Ez egy másik irány. Ez nem a múlt, hanem itt van egy kiút, vagy te keresel egy kiutat. Én úgy mondanám ezt neked, hogy számodra fontos a biztonság érzete, de nem csak ami az érzelmeket illeti, hanem az anyagi biztonság is. Mivel ez a felfele mozgó holdcsomó itt van most a bika jegyében, és itt nem a múltról van szó, hanem a jövőről. Egy irány, amit nem ismersz, te a következő időben keresel egy kiutat. Ez ahhoz fog vezetni, hogy elhagyod a társadat. Ez az én véleményem erről, és lezárod a múltad. Mivel már most is érzed azt, hogy kell egy kiút,
egy terület, amit nem ismersz, ez bizonytalanságokat fog kiváltani nálad, lehet, hogy félelmeket is. De ez egy fontos út. A lelked választotta ki ezt az utat. Itt vannak kármikus témáid, tehát tedd át magad a félelmeken. Nem kell elsietni a dolgokat, de gondolkozz el azon, hogy és mint tudsz elbúcsúzni a társadtól. A te születési horoszkópodban a felfele mozgó hold csomó Ráhu, az a Szkorpión jegyében van. Ez egy életút vagy egy életterület, amit a te lelked kiválasztott, mert erre szükséged van. Ez szabadít fel téged, de te ezt az életutat, ezt az életterületet nem ismered. A Szkorpión jegyénél a víz eleméről van szó, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Hallgass a belső hangodra, figyelj oda az érzelmeidre. A lefele mozgó hold csomó Kétú, ami a múltra utal, az most a Szkorpión jegyében mozog, 2022. márciusáig, tehát nálad vannak most itt kármikus témák. Te keresel egy új irányt, keresel egy kiútat a házasságodból, a lelkednek erre szüksége van, és figyelj az érzelmekre, és ha kialakul közted és a lelkitársad között egy találkozás, egy párkapcsolat, akkor éld a testi kapcsolatot is, erre utal a Szkorpión jegye, és érezd magad szabadnak. Élvezd az életet. Így meg lesz nálad ez a belső harmónia, és a lelki társadnál megtalálod a belső nyugalmadat. És most megnézzük azt, hogy mit mutat a jóslás. Itt ez az első kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. A négyes szám az a biztonság érzésére utal, nem csak ami az érzelmeket illeti, hanem az anyagiakat is. Ezek a botok jelzik a tűz elemét, a te bátorságodat és a lelkesedést is. De így szűkve tart téged, te így be vagy szorulva a botok közé, és kell a felszabadulás érzete. Itt nem egy párkapcsolatról vagy egy lelkitársról van szó jelen pillanatban, hanem barátságokról vagy örömekről. Az lehet egy jó barátnő is, vagy egy hobbi, a hivatásod, valami, ami számodra most örömet okoz. Az a fontos, hogy neves, mert ez, ami jelenleg téged felszabadít. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi az álmod, mit szeretnél elérni, vagy mit tesz téged boldoggá. Ezen a kártyán látható egy szerelmes pár. Az, amiről álmodozol, amire szükséged van. A kettes szám az rád utal, és a lelki társadra. A kelyhek mutatják az érzelmeket. Itt a férjed nem látható ezen a képen, akkor ott lenne egy harmadik személy, és nála sincs senki, tehát ő szabad. A következő kártya a múltadat mutatja, mégpedig azt, ami téged nyomaszt, ami félelmeket vált ki belőled, vagy amit meg kellene változtatni. Itt ezen a képen látunk egy kislányt, aki sír, fájdalmai vannak, szívfájdalmak.
Ez utalhat a te gyermekkorodra, vagy mindarra, amit az ifjúságodban átéltél. Itt vannak sebek és csalódások. Természetesen könnyek is. Ha elgondolkozol azon, hogy a múlt soha nem tér vissza úgy, ahogy annak idején volt, ezek csupán gondolatok, akkor könnyebben átteszed ezeken az érzéseken magadat. Ha jönnek ezek az emlékek, azok ott vannak. Akkor ügyelj a gondolataidra, és próbálj olyan dolgokra gondolni, ami megnyugtató, vagy nevetni tudsz, akkor annak van egy gyógyító hatása. A következő kártya azt mutatja, hogyan tovább, mi változik nálad, vagy mit tudsz javítani ezen a helyzeten. Ezen a kártyán a hold látható. A te születési horoszkópodban a hold a mérleg jegyében van, és az utal a párkapcsolatra, de a belső nyugalomra, kiegyensúlyozottságra is. A hold szimbolizálja az anyukádat, szimbolizálja az anyai érzéseket is. Az lehet, hogy itt vannak témák a gyermekkorodból, és annak idején a házasság volt a kiút, és így csöbörből vödörbe estél, tehát nem javultak a dolgok, így tudnám elképzelni a helyzetedet annak idején, ami a múltadat illeti. A holdnak van más jelentése is, mégpedig szimbolizálja a vágyakat, az álmokat, a reményeket, és ebben kell, hogy higgy, mert van egy lelki társad. Az nem a házasságban van, hanem a házasságon kívül, de gondolj a jövődre. A következő kártya mutatja a nehézségeket, vagy az akadályokat. Itt ezen a kártyán látunk egy férfit, aki sok mindent cipel. Ez utalhat arra, hogy a férjednek sok a munkája, és elhanyagol téged. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és jelentheti azt, hogy te cipelsz itt mindent. Például, ami a családot illeti, te vállalod itt a felelősséget. Ha én ezt a kártyát megtekintem, nekem mindig egy tolvaj jut itt eszembe. És ha a tolvaj megjelenik, akkor a tolvaj elvisz valamit, és az hiányzik. Az jelentheti azt, hogy hiányzik számodra a szeretet, a szív melegsége, mert itt a tűz eleméről van szó, de az is lehet, hogy a férjed fél attól, hogy elveszít téged, jön egy tolvaj, és elrabol téged. Ezek az ő félelmei. A tűz eleme nem csak a szív melegét jelenti, hanem a dühöt is. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mire kell, hogy odafigyelj, mi a fontos, milyen döntéseket kellene hoznod, vagy hogy reagál ő, ha te bejelented azt, hogy elhagyod őt. Ezen a kártyán látunk egy királyt, és ez a király uralkodik a föld eleme felett. És az mutat a reális dolgokra. A kezében van egy arany érem, és ez jelenti az anyagiakat. Az lehet, hogy számodra ez fontos, vagy számára fontos az anyagi jólét, és ez még összeköt benneteket. De ennél az arany éremnél nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is, és az fontos, hogy te tisztában legyél a te saját értékeiddel,
és kell, hogy ő úgy bánjon veled, védd meg magadat. Amire még ez a kártya utal, mert itt a föld eleméről van szó, és az mutatja a türelmet is, ne siessd el a dolgokat, meg vigyázz az anyagiakra. Mi a kiút, azt mutatja a következő kártya. Ez a kártya mutatja számodra a lehetőségeket. Kell egy cél, kell egy irány, és oda kell figyelni. Nem ide-oda tekintgetni, bizonytalannak lenni, tegyem vagy ne tegyem, hanem bátran döntéseket hozni. A tűz eleme itt ennél a kártyánál mutatja a bátorságodat. Amikor én ezt a kártyát megtekintem, nekem mindig a nyilas jegye jut eszembe, és az utal külföldi kapcsolatokra is, az lehet számodra egy kiút vagy egy segítség. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy látnak mások téged. Itt láthatunk egy hölgyet, vannak korlátozások. Ez a hölgy nem tud mozogni, körbe veszik a kardok, és ez a hölgy befele tekint. Mások így látnak téged, hogy te visszahúzódó vagy. És azt is érzik, hogy nálad vannak ezek a korlátozások. Persze az is lehet, hogy vannak ellenségeid, irigy emberek a környezetedben, és nincsenek ilyen szép baráti kapcsolatok. A következő három kártyánál azt fogjuk megnézni, hogy mi történik a következő három hónapban. Az alul lévő kártya mutatja a december hónapot. Ezen a képen megjelenik a fő papnő, utal vallási témákra, vagy egy spirituális útra. Az lehet, hogy téged ez érdekel, és így aktív leszel december hónapban. Amit még ez a kártya közöl, az a sors utad, bíz a sorsba, és bíz ebben az isteni hatalomban, ebben a segítségben. Mi várható január hónapban? Azt megtekintjük a következő kártyánál. Január hónapban nagyon bátor leszel, és döntéseket fogsz hozni. Lehet, hogy itt még nem a vállásról van szó, de indítasz egy új irányt, ami téged lelkesít. A következő kártya mutatja azt, mi várható rád február hónapban. Itt a te erődről van szó. Az jelenti a belső erőt is. Tudod, hogy mit akarsz, és ezt el fogod érni. Ezzel az erővel meg tudod magad védeni. Nem fogod hagyni, hogy mások bántalmazzanak téged. És a következő kártya az egy meglepetés, egy üzenet, egy lelki üzenet. Te a múlt romjait éled. Keres ebből egy kiutat, mégpedig most, és éld az életedet. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Szerapitá, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!